Sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb vlogban, ami egy utazós videó lesz, ugyanis itt vagyok Párizsban, viszont a videó különlegessége számomra nem csak maga a helyszín lesz, hanem az, hogy a barátommal vagyok itt, Emilióval, ugyanis most már egy jó 2 hete, hogy eljött meglátogatni. Azt a korábbi videóban már mondtam, hogy a születésnapomon fog megérkezni, ez meg is történt. És az utóbbi 2 hetet azt, hát hogyha Instagramon követtek, akkor nagyjából láttátok, hogy mivel töltöttük. Videót nem készítettem ezekről, mert értelemszerűen csak így kettőnknek kellett a külön idő, és párszor volt, hogy elkezdtem vlogolni, vagy felvenni részeket, de aztán annyira nagyon nem éreztem, hogy most erre szeretnék még koncentrálni az együttlét mellett. Viszont voltunk Budapesten 1 hetet, voltunk a családdal, voltunk mindenfelé programozni, akár új helyeket felfedeztünk Budapesten, akár már a megszokott kedvenc helyszíneinkre mentünk vissza, és ami talán a legizgébb, az a horvátországi kiruccanás volt. Szóval Instagram highlight-ba majd, hogyha rámentek, akkor végignézhetitek, hogy miket néztünk meg, mert szerintem nagyon király helyeken voltunk egyébként, Pula városában, és én vezettem ki autóval, ami azért is nagyon különleges számomra, mert én soha nem vezettem még ennyit, szóval 6 órát. Nyilván nem egyben, mert azért volt, hogy pihenőt tartottunk, de hogy így tényleg egy nap alatt 6 órát oda is, aztán még 6-ot vissza is. Szóval ezekkel telt az előző 2 hetem, és viszont most arra gondoltam, hogy Párizs azért mégiscsak egy olyan hely, egy olyan utazás, meg így maga a kis élmény így együtt, amit mindenképpen szeretnék megörökíteni. Úgyhogy még talán annyi magyarázat, hogy miért pont Párizsra esett a választásunk. Már 2 éve ez így az álom hely Európán belül, ahova egyszerűen mind a ketten szeretnénk együtt eljutni. Én már voltam itt még nagyjából 5 évvel ezelőtt barátokkal, Emilio is volt itt már többször is a családjával, úgyhogy vannak azért olyan pontok, amiket már így ismertünk a városból, viszont ugye együtt azért mégiscsak sokkal másabb ezt így felfedezni. Szóval ebben a videóban igazából csak random felveszem azt, hogy mi miket nézzük meg, hogy miket látunk, pár tipp is elhangzik majd remélhetőleg azoknak, akik a jövőben idejönnek, úgyhogy tartsatok velünk! Első útunk ebbe a mexikói étterembe vezetett, amit én választottam, ugyanis imádom a mexikói ételeket, régen ettem már, illetve Emiliót is ugyanúgy érdekelte, mint engem ez a hely, és meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon finom volt minden. Viszont azt már az elején leszögezném, hogyha bárki Párizson gondolkozna, hogy tényleg nagyon-nagyon drága a város, főként az éttermek, italok, de a bevásárlás maga is, szóval itt azért bőven a költőpénzre még rá kell számolni. Ezután csak elindultunk teljesen random egy nagyobb sétára a naplementében, és nyilván a nevezetességeket már ekkor útba ejtettük. Masterka, masterka, komoly. Lefotobászik. Nuestros iniciales. Sí, hay uno que dice E y L. Tiralina. No. Sí, hay uno que dice E y L. Ya lo tenemos que comprar. Lidio y Lina. De a mai nap, amint látjátok, eléggé sétálós, bár igazából nem is tudom, hogy ne lehetne sétálós egy nap Párizsban, mivel nyilván gyalog elérhető a legtöbb látványosság. Szóval most megyünk fel a Sacré-Cœurhöz, és én még soha nem voltam itt, mert mint hogy amikor legutóbb itt voltam, akkor nem jöttünk fel ide, úgyhogy csodás a látvány, és most is fogunk körbe sétálni. Egy kicsikét esik az eső, de tegnap viszont 40 fok volt, és dögmeleg, úgyhogy most ennek így örülünk, és nagyon jól esik.
mert egyébként egy spórolási és egy környezettudatos választás lehet az, hogyha egy akármilyen vagy akármilyen üveggel járjátok a várost, mi ezt tegnap vettük ezt az üvegvizet, és azóta visszük magunkkal folyamatosan. Van egy applikáció, ami sokatoknak hasznos lehet, hogyha esetleg Párizsba látogattok, ide ki fogom tenni a nevét, és mi azon szoktuk nézni folyamatosan, hogy amerre sétálunk, ott hol vannak kutak, mert hogy lehet feltöltögetni ezeket a kutakat ugye a városon belül, és akkor így jelzi, hogy ingyenes ivóvíz, hol található, úgyhogy tök hasznos, mert így nem kell vizet sem vennünk, illetve ugye nem kell folyton üvegeket vásárolni az embernek. Egy kis érdekesség a pokol kapujáról, hogy van egy teljesen ugyanilyen másolata Mexikóvárosban, amit fél évvel ezelőtt együtt láttunk is, és már akkor beszéltünk róla, hogy jaj, hol is van a valódi? Láttunk, hogy igen, Párizsban is. Nagyon izgi most így élőben látni. Na igen, szóval Emiliónak megvan a fotó. Sierra de Bronce. Akkor igen, nem, pont ugyanolyan, de hasonló volt. Lluvia! Ya sé cómo no. Más arriba tu mano. Ya ahí está. A legjobb program, amit lehet csinálni Párizsban. Egy kis piknik itt az Eiffel toronnyal szemben. Egy kis ajánló. Ezt a Carrefourban találtuk, ezt a bort. Nagyon-nagyon finom. Nagyon szeretjük a fehér bort mind a ketten. És 7 euró volt, viszont ez volt az egyetlen, ami amúgy olcsó, ez volt az egyik legolcsóbb, és az egyetlen csavaros bor, hogy itt tudjuk inni. És amúgy ez a Tyrells márka is, vagy nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni, de ezt is chipsben annyira imádom, úgyhogy ez most Emilnek az első alkalom, hogy kipróbálhatja ezt a márkát az ajánlásomra. Képzeljétek el, üldögeltünk ugye az Eiffel torony alatt, amikor odajött egy csávó, megkérdezte, hogy milyen nyelven beszélt hozzánk, és ugye mondta, hogy angolul, és ezek spanyolul, és akkor mondtuk, hogy, vagy mondtam, hogy spanyolul, hogy mit is szeretne pontosan, és kiderült, hogy egy fotós, aki párokról készít fotókat a városban, jelenleg is egy munkaügyben van itt, ugyanis egy jegyeseket fotóz, vagy házasokat, nem tudom pontosan, de egy esküvői fotózásokat tol a városban, és ahogy elkezdett beszélni, kiderült, hogy ő is mexikói. Szóval Emilióval egyben elkezdtek beszélgetni, hogy ki honnan származik, kiderült, hogy egy tök közeli városból jöttek, vagyis, hogy egy Emilió városához közeli városból jöttek, mert hogy akkor már odahívta a haverját is, hogy egyébként ők ketten vannak, és akkor így már a nyelv sem volt akadály, szóval egyből kvázi barátokra találtunk. És akkor mondták, hogy jaj, nekik az, hogy legyenek modellek a képeiken, és hogy még van szabadidejük a mai nap, vagy esetleg holnapra. Szóval a lényeg, hogy konkrétan leszerveztünk holnapra egy ilyen negyed óra, 20 perces fotózást két tök profi csávóval, egyből mutogatták az Instagramjukat, és tényleg tök jó fotókat csinálnak. Szóval nagyon random volt, hogy úgymond megkérdeztek minket, hogy van-e kezdünk velük fotózni, és mi megmondtuk, hogy persze. Most reggel sétáltunk egy kicsit itt az Eiffel torony körül, ugyanis van pár olyan utcácska, amiket egyébként a címeiket, vagy a fotospotok címeit TikTokon találtam, és akkor onnan lőttünk már fotót. Meg alapvetően az élmény is sokkal jobb így reggel, mert nincsen annyira sok turista, mint a délutáni vagy esti órákban. És most pedig megyünk tovább, mert időpontunk van a Louvre-ban.
Párizsról valószínűleg már elég sokan tudjátok, de azért elmondom, hogy minden állami múzeum ingyenes a 26 éven aluliaknak. Hogyha az Európai Unióból származtok, és ugye ez rám igaz, úgyhogy számomra egyelőre minden múzeum ingyenes volt, amivel viszont jegyeket váltottunk. Viszont nektek ez egy nagy előny lehet, nem csak akkor, hogyha múzeumokba mentek, de például még a Versailles kastélyba is ingyenes lehet így a belépés. Egyébként a Louvre-ba viszont az fontos megemlíteni, hogy mi előre váltottunk jegyet, tehát az ingyenes jegyet is ki kell online választani és egy időpontot foglalni, ugyanis az alapján engednek be a múzeumba, hogy melyik napra, milyen órára szól a jegyed. Ez a palacsintázó a Louvre-hoz eléggé közel található, és azért választottuk ki, mert itt vegán palacsintát is árultak. És bár az étel nagyon finom volt, meg kell hagyni, hogy nagyon drága ez a hely, úgyhogy igazából nem annyira ajánlom, mert a kávé valami borzalmas ízű volt. Vegán palacsinta opció van, de kávét ne kérjetek. Képzeljétek el, Tirolerekkel jöttünk idáig, mert a busz valamiért nem akart jönni, és nagyon-nagyon megbízhatatlanak itt a buszok. A legtöbb helyre egyébként megtúrni szoktunk, illetve a metróra váltottunk 3 napos jegyet, ami azért viszonylag jó áron van, és tényleg mindenhova metróállomás, de pont itt, ahova mi jöttünk, oda nem volt, úgyhogy gyorsan a Tir alkalmazás, ami amúgy is telefonomon volt, azt most a jó végül kipróbálta, illetve először, úgyhogy nagyon szuper, ezt ajánlom egyébként mindenkinek, akár a bicikliket is, rengetegen bicikliznek, nagyon könnyen eltűnni A-ból B-be így a városban. You know that I wanna be good for you. You know that I wanna be good for you, I do. But sometimes someone was bad for me. Sometimes someone was bad, oh can't you see? I'm just being weak. I think you know that I care for you. I think you know that I care for you, I do. But sometimes I can't be there for me. Sometimes I can't be there for me. Can't you see? I'm just being weak. Sometimes we're just colliding and we keep on fighting, but we'll be okay. We got unconditional love. Sometimes we just crying. A fotózás nagyon-nagyon jól sikerült, a képekre egyelőre még várunk, de Instagramon majd mindenképp elláthatjátok, úgyhogy ne felejtsetek el ott bekövetni. Este még kiültünk az Eiffel-toronyhoz, és egyébként a fényeket minden óra egészkor kapcsolják fel, és 5 percig működnek. Na, mai az utolsó napunk, és az első megállunk a Notre Dame, amit bár tudjuk, hogy nem lehet bemenni, se nagyon közel menni hozzá, mert még mindig felújítás alatt áll, de egyszerűen csak akartunk itt a szigeten sétálni egyet, és megnézni, hogy jelenleg hogy áll, úgyhogy mutatom is nektek. Na, a Notre Dame-tól sétálunk a Pantheon felé, és egyébként nagyon ajánlom, hogy erre felé sétálgassatok ti is, hogyha ide látogatnátok, mert csodálatos kis utcák vannak. Illetve volt annyi szuveníres, hogy végül sikerült még ajándékokat is beszereznünk, úgyhogy tök jó. Na, ha valaki az idei és az utóbbi egy évben nagyon basic akar lenni Párizsban, akkor eléggé valószínű, hogy el fog látogatni az Emily in Paris sorozatnak a helyszíneire, ami egyébként itt van konkrétan a Pantheontól egy percnyi sétára, szóval nem nagyon kell messzire menni, hogyha valaki amúgy csak Pantheonhoz jönne, és akkor így kis étterem, meg Emilynek a lakása, szóval az egész a forgatási helyszínek igazából itt körben bejárhatóak. Ez
ugye, mint mondtam, az utolsó esténk, vagy az utolsó napunk Párizsban, és azután pedig tovább megyünk majd holnap Barcelonába még két napra, és ott fogunk elbúcsúzni. Igazából általában így szoktuk, hogy amikor Emilionak valahonnan megy haza a gépe, ami most Barcelona lesz, akkor odáig elkísérem, és ott vagyunk még egy-két napot, aztán haza, és amennyire ez ilyen szórakoztatónak hangzik, hogy Barcelona meg minden, hogy tovább mehetünk egy tök királyvárosba, igazából annyira szomorú az én fejemben, és nagyon-nagyon nincs kedvem menni, mert ez így az utunk végét jelenti most megint egy pár hónapra. Na mindegy, de csak ennyit akartam mondani. El ultimo. Però ben. Kicsit megizzadva, de már itt vagyunk Barcelonában, és szeretnék tőletek elköszönni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis vlog Párizsból, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!